A Sztárban Sztár a 2015-ös év legnézettebb műsora volt, ahol vasárnaponként 10 héten keresztül több mint 100 produkciót láthattak a nézők. Amíg önök a döntőt várták, az énekesek és a táncosok feszített tempóban próbáltak a fináléra. A tánckar hétről hétre segítette és erősítette az előadók produkcióját. Gáspár Lacinak először nehéz volt a koreográfiákat megtanulni, de mára a táncos csapat tagjának érezheti magát. Nekem az első pillanatban kezdve nagyon tetszettek a táncosok, na, tehetségesen tartom őket, és azt mondom, hogy hétről hétre így egyre jobban így össze tudtunk fordni, és egyre jobban tudtunk így dolgozni. Hát most már szerintem, hogy az utolsó hetekben most már így teljesen így egy hullámos szabad. A Sztárban Sztár győztese a legtöbb adásban női énekes pőrébe bújt. A döntő adásában Bonnie Tylert kellett alakítania, aki az I Need a Hero című számának klipjében szinte végig térdepel. A Sztárban Sztár koreográfusa Turi Lajos Péter ezt a színpadon is visszaszerette volna látni az énekestől. A produkció megkívánja, akkor térdelni kell a produkcióban. Hát Bonnie Tylernek nem tudom, milyen volt a térde a videoklip forgatás után, most a Lacinak majd meglátjuk. Az énekes rögtön azon kezdett el gondolkodni, hogyan is óvhatná meg térdeit. Először egy melltartó szivacs került a lábára, hogy ne legyen lila a térde. Én sokat kell térdelni, azért megviselődik, az én készültem. Először egy ideiglenes megoldás volt, de most már azért szereztem egy profi térdvédőt. De még azért így is próbóltan fájt a térdem. Türi Lajos, a tánckar vezetője nem csak az énekesekkel, hanem csapatával is következetes. A Sztárban Sztár harmadik évadában az elsőhöz hasonlóan lehetőséget kapott a tánckar egy önálló táncos extra produkció elkészítésére. A társulatot váratlanul érte a felkérés. Meglepődtem, mondom, ezt én most nem számítottam rá, mert most annyi dolog volt, hogy örültem, hogy örültünk, hogy kapunk levegőt. A csapat örömmel vetette bele magát a munkába, hiszen az utolsó adásban egy 3 perces saját táncsót mutathattak be a nézőknek. 5, 6, 7, 8. Ez a társaság a Sztárban Sztár összes évadában együtt dolgozott. A táncosok tudják a koreográfus elvárásait, és így gyorsan tudnak haladni az extra produkcióval. Miután Turi Lajos a teljes koreográfiát megálmodja a próbateremben, táncosai szinte azonnal lekövetik mozdulatait. Majd beállítják a térformát, hogy ki hova álljon. Így készül a produkció, lépésről lépésre itt a táncteremben. Megmondom őszintén, életemben nem volt olyan, hogy hazamentem volna, és papírt és tollat ragadtam volna, és elkezdtem volna fölírni a koreográfiát. Agyalok otthon, agyalok, ez természetes, de magát a koreográfiát ezt mindig a teremben készítem. A zene inspirál, az emberek inspirálnak, szóval valami ilyesmi, szóval én nem tudok otthon felkészülni. A Sztárban Sztár tánckarának tagjai, akik már jól ismerik egymás mozdulatait, nem csak munkatársak, hanem barátok is egyben. A felkészülés percei vidám hangulatban telnek, mivel a táncosok minden kis rezdülésből közös poént tudnak kerekíteni. Néha szinte elég csak egy nézés és nevetés tör ki a próbateremben, meséli Herman Bertold, a tánckar egyik tagja. Nagyon sok belsős poénunk van, gyakorlatilag pöcre indulunk, tehát bárki bármit mond már egyből. Egyből tudjuk, mit fog reagálni a másik, mert tudjuk, hogy mit hozunk ki a másikból, szóval. Én nagyon szeretem az itteni hangulatot. A nevetgélés mellett nagy koncentrációt igényel a táncosok munkája. Itt a Sztárban Sztár színpadán, az extra produkcióban a koreográfusnak egy úgynevezett gurtnin lógva kell mozdulatokat végeznie, miközben a tánckar alatt a táncol. Turi Lajos tériszonyát legyőzve hajtotta végre a nehéz mozdulatsort az eszközön. Nagyon érdekes, mert van tériszonyom, de most valamilyen nem féltem. Nem tudom, mert lehet, hogy folyamatosan mozogtam, vagy ott voltak alattam a stácok, vagy nem tudom, de most így nem jött ki a tériszony. Turi Lajos bizonyította, hogy kiváló szakember, aki nem csak koreográfusként, hanem táncosként is megmutatta tudását. A nézők 10 héten keresztül láthatták őket az énekesek mögött, viszont a döntő estéjén ebben a 3 percben már a Sztárban Sztár tánckara volt a középpontban. A táncosok önálló produkciójukban is hozták a tőlük elvárt maximumot. Egy nagy családként dolgoztak a műsor sikeréért, a végeredmény pedig önmagáért beszél.